Sziasztok! Az előző videóban megérkeztünk Kolumbia hangos, nyüzsgő és élettel teli tengerpartjára. Ma pedig megnézzük a helyi, nem éppen komfortosnak nevezhető piacot. És utána elmegyünk arra a helyre, ahol nem is sejtettük, hogy milyen megpróbáltatások várnak majd ránk. Ha kíváncsiak vagytok, hogy milyen nehézségekkel néztünk szembe, tartsatok velem! Másnap az első utunk egy helyi mosodába vezetett. Ha nem a fő utcán mész, akkor itt ilyen nagyon keskeny kis járdák vannak, és egy ember is alig fér el rajta. Ott az egyszintes fehér épület a nyitott ajtóval a mosoda. Azt mondják, hogy estére kész is lesz a mosás és szárítás, és összesen 6 dollárba kerül majd. Addig nézzük meg a helyi piacot. Az utcán mindenfelé árusok, akik többnyire ilyen mobilis, tologatható standokról kínálják a portékájukat. Kicsit hallgassunk bele most is az utcai zajokba. Ez a fedett csarnok a tényleges piac. Az alsó szinten, amennyire láttam, csak húsokat árulnak, úgyhogy ezen a részen gyorsan át is szaladtam. Az épület másik kijáratán egy bazárszerűségbe juthatunk. És ha felmegyünk az emeletre, ott árulják a növényeket, zöldségeket és gyümölcsöket. Meg sajnos ilyen kis madarakat is kalitkába zárva. Az utcák nagyon koszosak, és elég büdös is van. De elég olcsón lehet vásárolni, még olcsóbb is az étel, mint Ecuadorban volt. Ez a 3 ananász 5000 pezó volt, ami 1 amerikai dollárnak felel meg, vagyis kevesebb, mint 400 forint. Itt láthatjátok, ahogy mindenféle gyümölcsleveket árulnak, rengeteg jéggel. Úgy tudnám röviden összefoglalni a piaci élményeket, hogy ez egy kulturális sokk. Mindenhonnan szól a zene, mindenki leszólít, jönnek utánad, kiabálnak, dudálnak. Nagyon durva. Ecuadorhoz hasonlóan itt is találkozhatunk ilyen kábelremek művekkel. Mivel itt a szálláson nem volt lehetőségem főzni, most megmutatom nektek, hogy milyen ételeket próbáltam még ki a helyi éttermekben. Ez egy nagyon kellemes hangulatú étterem, és viszonylag sokféle vegán ételt találhatunk az étlapjukon. Az adagok bőségesek és finomak, úgyhogy többször is ettem itt. Amit most láttok, grillezett padlizsán sült zöldségekkel, salátával és rizssel. Hozzá sült krumpli és valamilyen kurkumás szósz. Ez itt rizslaptekercsek nyers zöldségekkel és tofuval, itt pedig egy indonéz ízvilágú leves, rizstésztával és mellé még rizssel. Amennyire eddig tapasztaltam, Dél-Amerikában nagyon közkedvelt a motoros vagy robogós közlekedés. Ezt elég jól tükrözi ez a rengeteg itt parkoló motor is. Eddig, amerre jártam Kolumbiában, mindenhol jellemzőek voltak a hiányzó csatornatetők. Teli szeméttel és néha olyan mély lukakkal, amikben ránézésre térdig is el lehetne merülni. És sajnos ebben a városban elég sok hajléktalan él. Nekem túl hangos és impulzív volt Santa Marta óvárosi része, és mivel sok helyen ajánlották az interneten és útikönyvekben is Tagangát, ami egy közeli, nyugodt kis tengerparti település, gondoltuk, elmegyünk oda.
Akkor még nem is sejtettük, hogy mi vár majd ránk. Fel kellett sétálni egy kicsit a hegyen, hogy becsekkoljunk. Aztán egy fiú és két kutya kíséretében, számtalan törmelék és szemétkupac mellett elhaladva, kb. 190 lépcsőfokot megmászva, elfoglalhattuk a szállást. Annyira meleg volt és olyan meredek volt a hegy, hogy nekem többször is meg kellett állnom pár levegővétel erejéig szusszanni egy kicsit. Nagyon rendesek voltak, hogy segítettek felvinni a cuccainkat, ez hatalmas könnyebbség volt. Aztán gyorsan le is mentünk a partra, ahová a főúton autók között gyalogolva lehetett eljutni, mert nincs járda. Visszaérve a szállásra, gondoltuk, hogy főzünk valami finomat és pihenünk, de ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy egy rovartanyán foglaltunk szállást. Élő és halott rovarok sokasága mindenhol, és a helyzet egyre csak fokozódott. Hát Santa Marta elég sok volt, szóval eljöttünk mellé egy kisebb településre, amit nagyon ajánlottak, hogy milyen gyönyörű és tiszta. Egyébként a kilátás a hegy tetejéről tényleg gyönyörű, elképesztően. Azonban a valóság az, hogy ez egy kicsi, nagyon kicsi település, egy igazi koszfészek. Nagyon-nagyon hangos, iszonyú mocskos, rengeteg a kutya, az ember, a drogos, belül az öbölnek a felét elfoglalják a hajók, és teli van mindenféle nagyon nyomulós árusokkal. Szóval szerintem az jön ide, aki szivatni akarja magát. Az éjszaka a szálláson nagyon kemény volt, kb. 2 órát aludtam. Rengeteg a bogár, sokkal több, mint a dzsungelben volt. Hát ugye mindenhol rések vannak az ablak körül a tetőn, úgyhogy mindenféle kisebb, nagyobb bogarak folyamatosan gyűltek a szobában, méhek társaságában, rozsok is voltak. Közben itt már elkezdtek takarítani a háttérbe, úgyhogy ezért hallhatjátok ezt a hangos zenét. Este 10 körül lemondtuk az Airbnb-t. Kellett nekik küldeni képeket a bogarakról, meg mindenféle dolgot leírni nekik, hogy mi a probléma. Így tök jó volt, mert csak az első éjszakát kellett kifizetni. Aztán éjfélkor jött 2 ember, akik felmentek a tetőtérbe, és ott rovarokat írtottak, meg befújták az ablakokat, az ajtókat, itt a teraszt. Úgyhogy utána a bogarak a bérleménybe elkezdtek lassú halált halni. És hát valóban elég rosszagok voltak, de nem tudtunk hova menni, vagy mit csinálni. Egyébként is büdös volt a szálláson, valószínűleg nemrég festették ki az egész épületet, mert nagyon dohos és festékszag volt, keverve azzal, mintha valaki rengeteget dohányzott volna odabent. Szóval most próbálunk elmenni innen, de már 1/2 órája várunk, nem sikerült taxit találni. Most kaptunk egy ajánlatot, hogy 15 perc múlva jön értünk valaki, reméljük, hogy tényleg így lesz, és akkor el tudunk menni egy jobb helyre. Végül aztán jött a megmentő taxis, ugyanaz az ember, aki elhozott minket ide. És visszamentünk Santa Martába, egy olyan részre, ami reményeink szerint most már tényleg nyugis lesz. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, és találkozunk holnap. Addig is legyen örömteli a napotok!